Hello mindenkinek, ez itt a Bugs Bunny Lost in Time végigjátszásának 12. része, amivel szerintem lehet, hogy be fogom zárni, vagy le fogom zárni mégis inkább az egész végigjátszást, és végre, sok halogatás után lehet, hogy végre befejezem ezt a végigjátszást, és most már más új témával is tudok majd foglalkozni. Elvileg még mindig nem tudom feloldani ezt az egy aranyrépát, mert úgy látszik, még nem gyűjtöttem össze a pályán annyi répát, hogy fel tudjam oldani aztat. Az X-File. Elfelejtettem mondani, ez a Planet X-File. Ez egyébként majdnem egy ilyen X-aktákos dolog. És elvileg itt van egy. The Conquest for Planet X. Tényleg ezt még kihagytam, és van még egy másik. Ugye a Test Your Brain. Kicsit ilyen Mortal Kombat-os izé, Test Your Brain a Might helyett. És akkor van még ez az utolsó előtti X-dimenziós pálya, az X-bolygó! Végre az X-bolygón vagyunk! Igen, ez ugyanúgy néz ki, mint a Duck Dodgers a 24. és feled, a 24 és feledik századból című rajzfilm sorozat epizódból. Alright guys, the first of you to place his flag on the mountain top who wins this race. Aki előbb eléri a zászlót, az foglalja el magát a bolygót és az nyer. De ez ilyen futóverseny lesz. Na, próbáljuk meg. Vigyázz! Kész! Marvin, te csaló rohadék! Igen, a jobb oldali az jó volt. Középen, aha, ez nem jó. Akkor bal oldal. Ha, nem tudjátok az utamat elállni, hülyék. Föl, ide. Az mi volt ott az a... Oda, ja, oda nem tudom, biztos ott fogok majd kiukadni. Nézzük csak. Van itt három. Itt mennyi van összesen? 14 és... Ja, és hát egy óra. Baloldali. A baloldali visszaküldött. Középső jó hely. És akkor a jobb oldali. Lejárt az idő. De inkább felszedem most a dolgokat, úristen! 5, 3, 4, 5. Nézzük meg az elsőt. Áú! Az első úgy látszik jó hely volt. Kettes. A kettes az ötös. Jó, hármas, az egyes. Mi? Jó, négyes. Ja, összeszedem a cuccokat. Au. Megnyomom a gombot, mit csinál? Egy platformot leengedett. Ups! Itt megöltem magam. Én azt hittem, hogy itt előttem van valami. Jó, 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 mondjad a dumát. Elindult a hülye. Hármas. Jó, itt föl. Amíg van még időm. Várjál.
Még három van. Oké, a föld nevében elfoglaltam ezt a bolygót. Megvan az óra, és ezzel szerintem vissza lehet menni, de hol van a másik három répa? Ne menjél vissza, hülye gyerek! Mi mész vissza? Jó, van, visszamegyek és meg begyűjtöm a maradék répát. Nem tudom, hol vannak, de visszagyűjtöm őket. Oké. Okay. Jó, szevasz. Konkrétan belefejeltem magamat a csészébe. Ott volt, ott láttam, esküszöm, ott láttam a célvonal mögött. És én hülye ott hagytam. Itt a kettes, itt az egyes. Itt kettes. Áó! Itt a négyes. Hoppá! Oda néz! Hogy tudtam! Itt volt a maradék! Gurulj, 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 gurulj! És megvan mindegyik! A Föld bolygó nevében másodszorra elfoglalom ezt a bolygót. Marvin, másodszor is bekaphatod. That makes you very angry twice. Én ezt garantálom neked. Na, egy kis nézeteltérés volt, de megvan. Úgyhogy ezt mentjük, és jön az utolsó, elvileg az utolsó X-dimenziós pálya, a Test Your Brain-a, vagy a Space Speedway. Most az a kérdés, hogy ezt hol van. Nézzük meg ezt. Itt van, Train Your Brain. 5 óra, meg 21 répa. Itt utána néztem, ez konkrétan, ez egy ilyen nagyon logikai fejtörős rész lesz. Lehet látni, the Space Speedway, ez a betöltőképernyő, de Train Your Brain, ez a pálya címe. Tehát mind a kettő ugyanaz. Na, ezt most bekapcsoljuk. Ez beugrott a sugárba. Na mindegy. Bekapcsoltuk azt a kart, és így kikapcsoltuk ezt a vonósugarat. Na most figyelnünk kell a Mars lakónak a mozgását. Alright. Repeat every move the Martian makes and win the game. Tehát egy ilyen Simon mondja, ilyen követős játék, hogy azt kell lekövetni, amit csinál a Mars lakó. Tehát lila, elvileg az összes gombot le kell nyomni. Csak mutat egy sorrendet. A játék igazából egy ilyen random sorrendet csinál. Tehát amit kapsz, azt kell leutánozni. Kék, lila, piros. Én azt fogadok, kék, piros, sárga, zöld, narancs. Ó. Oh. Nem szabad időzni. Mert akkor egy új sorrendet csinál. Ja, hülye vagyok. Na mindegy. Mi? Koncentráljunk. Pofázás nélkül. Kék. Sem. Narancs. Kék, narancs, sárga. Thank you.
Mi? Kék, narancs, sárga, narancs, Jézusom! Sose láttam ilyet, hogy kettő gombot használ egyszerre. Jó. Kék, narancs, sárga, narancs, piros. Lila. Kék, narancs, sárga, narancs, piros, lila, és megvan. Most valahogy nem lépett rá zöldre, de ezt nem is tudtam, hogy most már lehet ilyet is látni, hogy egyszerre két gombot is meg tud nyomni. Hát ez érdekes. Na. Haladjunk tovább. Megint oda kell olyan helyre rakni, ahol muszáj körbejárni ezt a vermet, amikor tudni nem kéne. Na mindegy. Checkpoint, jó van. Igen, az automata ugrás. Na. Igen, itt az van. Press the green button and look carefully, can you redo it? Ez azt jelenti, ezt is utána néztem, hogy van három darab szakasz, három minta. Amikor a három gombot lenyomjuk, az első gombot lenyomjuk, akkor mutat egy mintát, amit nagyon gyorsan memorizálni kell, és ugyanazt le kell ismételni, és utána a második mintát, meg a harmadik mintát. A lényeg az, hogyha egy panelre ráugrasz, akkor piros színű lesz, ha még egyet, akkor zöld. Tehát ezt jegyezzük meg. Oké. Ennyi az első minta. Jön a második minta. Jó. Nem nagyon vészesek a minták. Csak nagyon meg kell tornázni az agyat. Ennyi az egész. Gyorsan a zöldeket megcsinálom, és utána a pirosakat azt a végére tartogatom, mert azt látszik, hogy csak egyszer kell ráugrani. Ennyi. És jön a harmadik minta. Jó, mindent le kell nyomni. Kivéve egy-két helyen, ahol piros van. Ennyi. Kész. Jó, haladunk tovább. Második óra az 5-ből megvan. 21-ből 5 megvan. Menjünk be a teleportba, és jön a következő játék. Megvan, azt hiszem most jön a verseny. Nyúltánc. Nem, nem, még nem. De majd lesz versenyzés, ahogy lehetett látni. Ezt is egy sorozatból vágták ki a képet, amire nagyon emlékszem. Ezzel pont játszottam, vagy pont láttam azt a sorozatot, azt az epizódot, hogy véletlenül Tapsi kiment a egy rakéta hajtóműje alatt, egy katonai bázison, egy rakéta hajtóműje alatt szállt meg, és az történt, hogy pont mászott fölfelé, elég ilyen nagyon rosszul volt, már ilyen másnaposan kelt föl, és hát az történt, hogy... Bocsánat, szemüveg tisztítás. Az történt, hogy... éppen elindult a rakéta, és fölment az X-dimenzióba, pont ide az űrállomásra, és éppen ugyanez a jelenet, amit az első pályán is lehetett látni, hogy elvitte az űrmodulátort, meg morslakó granulátumot vitt magával, és véletlenül bedobta, visszatért a földre, és véletlenül bedobta a granulátumokat a szennyvíz csatornába, a város csatornájába, és az összes marslakó föl kikelt, és konkrétan marslakó invázió kezdődött, de addigra már vége lett a sorozatnak. Most hát az epizódnak. Ah!
de nagyon állat. Remélem nem hagytam ki semmit. Jó. Na, ez a, ja, ez a hair dance, értem, ez a diszkó. Diszkó nyuszi, nem diszkó patkány. Aha, az a lényeg, ahol piros van, oda nem szabad rálépni, mert akkor megéget. Ahol meg nincs platform, ahol meg piros lesz, oda meg azért nem szabad rálépni, mert utána meg eltűnik a platform. És ebben mindent összegyűjtöttem. Ó, megvan, szépen haladunk. Jó. Most is szépen így körbe-körbe nézelődünk. Aha. Föl kell nyomnunk azt a kart. És akkor fölemelkednek azok a platformok. Elvileg itt tovább tudunk menni. És nem jó! Jó, itt bújok át. Répa, közben felnyitottam a másikat. Megint nem látom magam mellett a platformot, és a kamera nem mozdul. De a karok megvannak. Jó. Jó. Ja, azzal a karral szerintem ezt indítottam el. Elvileg itt mindent összegyűjtöttem. Jó, 3-15. Jó. Már csak ez a kar kell. Elvileg kikapcsoltuk azt a másikat, úgyhogy vissza kell mennünk. És hát csinálhattam volna azt is, hogy lezuhannak a halálba, és akkor már rögtön ott spónolok. De most már mindegy. Szépen vissza kell mennem a láthatatlan platformokon. Ha tudnék! Jó! Ott jöttem. És nem igaz, hát tudtam, hogy meg fog bökni az áram. Jó! Megyünk tovább, következő szegmens, és elvileg utána jön majd az a... logikai feladvány. Az Acme Mind! Az Acme elme. Mindjárt látni fogjátok a lényeget. Ezt is előre láttam, de ne, még nem mondom meg a lényeget. Nem mondom, mi a meglepi lesz. Itt a checkpoint. Na már fönt is vannak. Ott lesz, ott lesz. És 18-on most. Nem tudom, lehet, hogy valahol kihagytam. Na, itt van. Tessék, kérem szépen. Find the select color combination to beat the master. Set all colors to press the button to validate. Highlight the spots mean good shots. Remember, bunny, the same color never appears twice in a single row. Na, nem fogjátok elni, mint gyerekek. Ez nem más, mint a színözön játék. Tessék. Fogd be a pofádat, hülye gyerek! Nem téged kérdeztelek. Szóval, itt az a lényeg, hogy egy sorban nem szabad ugyanolyan színnek lennie, és ilyen ki kell találni, hogy mit gondol maga a mester, az Acme elme. Ami a szem, amit a... abban az egyik epizódban lehetett látni, amikor ilyen ügynököket játszottak. Kicsit ilyen Men in Black-es volt az egész, de Cucu Malac meg Dodokacs ilyen detektívek voltak. Na, szóval az a lényeg, hogy...
ki kell találni egy színkombinációt, ugyanúgy, csak nem kell a hangodat használni, és a gyerek folyamatosan kérdezni fogja, hogy... Tessék! Én csak illusztrációnak akartam mondani, de téged senki nem kérdezett. Szóval, és megnyomjuk a gombot, és egy korona jelzi, hogy melyik az, amire gondolt egyébként a szem. Szóval az a szín marad, és akkor találunk ki valami másik színt a helyére, mondjuk, legyen mondjuk egy... Legyen más szín is, de ki tudja, hogy mire gondolt igazából, legyen egy zöld. Ezt a L, R1-jel lehet egyébként a változtatni a színeket. Na, piros jó! Lehet, hogy mindjárt előbb kitalálom, hogy mire gondolt. Na, oké. Itt meg mondjuk legyen... Itt a zöld, és mondjuk legyen itt egy citromsár. Ó, de király vagyok! Jó, narancssárga nem, citromsárga nem. Legyen mondjuk sötétkék. Legyen mondjuk sötétkék. Nem. Nem lehet ugyanaz a szín, értem. Tehát sötétkék nem, citromkék, világoskék nem, rózsaszín talán, a sárga nem, vagy lila. Nem, sárga nem lehet. Nézzük, tehát, hogy vagy rózsaszín, vagy lila. Nézzük meg a rózsaszínt. Végül is nem tudom elbukni, mert a másikat is tudom változtatni. Na jó, akkor szerintem lila lesz itten. Megint elnyomom. Ez itt egy piros. Ez egy kék. Világos kék, itt meg egy sárga, és elvileg ez lesz az. Igen! Így az utoljára kitaláltam. És meg lett a negyedik óra. És három aranyrépa van még. Lesz egy boss fight? Már nem emlékszem. Egy-két dologra emlékeztem vissza. És hát most már... Most jön a verseny! Gyerekek, most jön a verseny! Na, az a lényeg, hogy nem elég, hogy a maradék cuccot össze kell gyűjteni, hanem még első helyet kell érni. Gentlemen, on your bikes. Lesznek olyan részek, ahol egy csövet meg kell fogni, és akkor azzal fölkerülünk a felső szintre. Ezekkel lesznek még baj. Hát itt mi volt? Nem ment rá a turbóra, mindegy. Aha! Ez ritmusjáték. Tehát pont akkor kell elengedni, amikor pont egy vonalban vagy a következő pályarészlettel. Azt hittem nem fogja megfogni. De áh! Itt az a baj, hogyha éppen korán nyomom meg, akkor kell késő. De ha későn, akkor már korán. Értitek, mire gondolok? Itt az első akadály már, hogy kanyar van. De miért? Könyörgöm, nem tudtak egy nyomat egyenes csinálni. És ráadásul a következő kanyar, ami igazából az is lehetne, hogy egyenes vagy balra tud éppen vinni, de nem vezet balra. És fennakadok a rohadt marslakóban.
kell. Nem fogja meg a csövet! Ez hülye! Hát ez is... Ringozzak mellé! Nagyon jó! Fúj! Aha, most kapcsolok, hogy hát lehet változtatni a levegőben az irányt. Jaj, és ezt miért nem tudhattam volna korábban? Hát jó, aranynépa még mindig nincs. Ezen még kicsit szomorú. Igaz? Hát honnan tudtam, hogy az nem lesz egyenes? Valaki szóljon már rám, hogy azért ne essek túlzásokba, és ne kezdjem el a játékmechanikát szidni. Hogy közben azt sem tudom, hogy mit kell csinálni. Mint Darkseid Phil, azaz Isten verte barom. A másik oldalon. Teljesen mindegy, melyik oldalon mész. A lényeg az, ne essél le. Ez fölösleges sima répákat kirakni, mert egyáltalán nem tudok megsérülni. És hú! Győztem! Jaj, de jó! Nem tudott átmenni az áramon, el akart engem kapni, mert azt hitte csalok, és emiatt szomorúságból beveti magát a mélybe. Na, azt hiszem megint egy répa hiányzik, de miért? Megint hol hagytam el? Ez a újra próbálom a versenyt, meg kimegyek a pályáról. Hát most kimegyek a pályáról, és újra kezdem az egészet. Good, but you left some stuff behind. Jaj, nem tudsz. Kár, hogy nem tudsz olyat mondani, amit nem tudok. Na. Elvileg most az van, gratulálunk, Tapsi, elég órát találtál, hogy vissza tudja menni a jelenbe. De én nem akarok. Nem tudok megmozdulni. Hát... azért a két aranyrépa miatt kár. Ja nem, ez csak egy figyelmeztető volt. Ja, jó van. Azt hittem már instant megy vissza. Jó van. Még, van még egy. Tehát megvan a 124 óra, és azt hiszem van még egy répa valahol. Visszamegyek és begyűjtöm. Mert elvileg már az összes létező pályán összegyűjtöttem a répákat. Már csak egy kell. Én hülye! Hát nem nézek körbe! Hát itt mentem el mellette! Én hülye, barom, állat! Na még át sem tudok menni, figyeld már! Annyira ritka, nem tudok átmenni érte! Fú, gyerekek! Azért, így... itt a vége. Atya úristen, így elmenni mellette! Pedig én mondtam, hogy ha 100%-osan akarok kivinni valamit, akkor minden sarkot, zegedzugot át kell néznem. Great, just perfect. You have completed. Jó, mentsünk, és elvileg most már ezek is össze vannak gyűjtve. Bye. Na, és akkor szépen
ugye 120 órát kellett összegyűjteni ahhoz, hogy most már a jelenbe visszatérjünk. Ugye lehet látni, hogy ismét Merlin arcát látjuk, tehát nem a semmi közepébe megyünk. Tehát kőkorszak 100%, középkor 100%, kalózidőszak 100%, 30-as évek 100%, X-dimenzió 100%, minden összegyűjtve. Irány a jelen, és elvileg ezzel befejeztük a játékot. Whew, what a relief! Thank goodness it was just a nightmare. Biztos, hogy rémálom? No, impossible. Couldn't be him. All right, Merlin, giddy up. Get along now. Hát lehet, hogy végig a ló, akit Merlinnek hívtak, az segített folyamatosan nekünk, de lehet, hogy nem is. Na de mindegy. Gyerekek, ez volt a Bugs Bunny Lost in Time. Hát gyerekek, én megmondom őszintén, minden rage-elést félretéve, nekem ez egy nagyon jó klasszikus játék volt számomra, egy nagyon kedvenc kis gyermekkori játékom, és annyira örülök, hogy hát nem tudom, hogy a bátyámnak sikerült-e végigjátszani a játékot, de én 100% biztos vagyok benne, hogy kb. Olyan 8-7 éves lehettem, amikor először láttam saját szememmel az első PS1-et, meg ezt a játékot. De most már így kijelenthetem, hogy így 2018-ban, 23 évesen végigvittem ezt a játékot. Én azt mondom, hogy én büszke vagyok magamra. Egy saját magamnak egy ilyen ötös. Na, hát mondom, voltak olyan pillanatok, amikor a 100% kivitelé végigviteléhez voltak olyan pillanatok, amikor azt hittem, hogy úgy érkölcsöt kapok, de nem. Végül is meg tudtam csinálni, és mondom, nagyon jó változatosak, régi referenciák, olyan soroz epizódokra, ahol szintén játszottam, meg ilyesmi. Itt vannak a szinkron színészek, akik éppen adták a hangot. Nagyon sok volt olyan, hogy sok karakternek egy ember adta a hangját. Hát, mivel a régi legenda, ugye, aki mindegyik Looney Tunes karakternek adta a hangját, ugye, hogy a karakterre már nem élt. Mel Blanc, ugye ő volt. De én azt mondom, hogy a franciák nagyon jó munkát végeztek, tehát a Behavior and Interactive nagyon jó munkát végzett. És én biztos vagyok benne, hogy végre ez is megvan, és lehet, hogy magamhoz veszem a folytatását is, és lehet, hogy azt is végig fogom vinni. Arra 100% biztos vagyok, hogy ahhoz a játékhoz egyáltalán nem értek. Az első pályán egy picit ideugráltam, de egyáltalán nem ismerem magát a játékot. Sztorit is nagyjából inkább olvastam. De mindegy, a lényeg az, hogy lehet, hogy hogy ennek a folytatását végig fogom vinni, ami nem más, mint a Bugs and Taz Time Busters, ahol ez a hivatalos játéknak a hivatalos folytatása, és lehet, hogy az is jó lett, és azt kell tudni róla, hogy az volt az első kooperatív játékmód a Looney Tunes, illetve a PS, nem a PS, hanem inkább a Looney Tunes játékvilágában. Az volt az első alkalom, hogy kooperatívan lehetett tolni, és hogyha nem vagytok ketten, akkor egyedül lehet a két karakter közül váltani, tehát Bugs, tehát Tapsi és Taz között. Hát elvileg, hogyha az összes rép össze van gyűjtve meg az órák, akkor elvileg nem itt ezen a területen vagyok, hanem Pismo Beach-en. De mindegy, ez van, srácok! És akkor visszadob a főmenübe, az időgéphez. Betöltöm a játékot, és elvileg a 124 óra és a 332 aranyrépával együtt elvileg visszateleportálhatok a játékba.
Itt van még egy répa, valamiért azt nem tudom unlockolni. Kilencvenkilenc répáért ez. Ez nem tudom, hogy miért van. De itt tényleg minden össze van gyűjtve, lehet látni. Ez furcsa számomra. De elvileg az lenne a 333. répa, és elvileg ez lenne 100%-os. Nem tudom, miért nem veszi föl. Na mindegy. Végső soron láttuk a stáblistát, és a stáblistában lehetett látni, hogyha elvileg minden megvan, akkor már Pismo Beach-en vagyunk. Majd utána nézek, hogy mi volt ez, de végső sorjában ennyi, végeztem. Hát majd majd valamit megcsinálok, vagy valamit összenézek, hogy sikerült-e valami, de mindegy. A lényeg az, ennyi volt a játék. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és lehet, hogy a következő az nem lesz más, mint a Bugs Bunny, vagyis hát a Bugs and Tez Time Busters, ami a Lost in Time-nak a folytatása. Lehet, hogy abba is belekezdek, de az is lehet, hogy majd csak nem most, hanem majd máskor, és lehet, hogy új no commentes epizód fog jönni, még nem tudom, tártalan vagyok. Valami random cuccot összehozok. Ha valakinek van valami kérdése, vagy valami ajánlata régi, mostani játékokkal kapcsolatban, hanem egy ilyen pár évvel előzőleg kijött játékokkal esetleg, akkor szívesen várom az érdeklődéseket a kommentben. Na, ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok! Álljunk már meg! Whew! What a relief! Thank goodness it was...